A Nemzeti Tehetségprogram keretében Gyertek, gyertek, játszani, játszani című pályázati projekt megvalósulása a Madarász Imre Egyesített Óvoda Táncsics 19 óvodájában. A miniszterelnökség megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatás Kezelő által meghirdetett a Speciális Fejlesztés Célzó Programok Támogatása című kiíráshoz a pályázati kategória kódja NTP kötőjel SPC kötőjel 22 kötőjel 0093 pályázati azonosítószámon szereplő gyertek gyertek játszani játszani elnevezésű nyertes pályázat 2022 július és 2023 júniusa között valósult meg a Madarász Imre egyesített óvoda Táncsics körúti óvodájában. A nyertes pályázat megvalósításához nyújtott támogatás 1 millió forint. A pályázati programban az óvoda Bíborka Gyermektánc tehetségműhelye vett részt 16 gyermekkel, kis Anikó Krisztina tehetséggondozó óvoda pedagógus vezetésével. A 60 órás program célja a hagyományok ápolása, népi hagyományainak megismertetése, a mozgáskoordinációs készség fejlesztése a gyermekekkel való együttjátszás során. A magyar népi játékok fejlesztik a gyermekek szociális érzékenységét, az egymáshoz való alkalmazkodást, a társak elfogadását. Ünnepi alkalmakhoz kapcsolódó népszokások, népi játékok, táncos mozgásformák segítenek kialakítani a gyermekekben a népi kultúra iránti tiszteletet, formálódik magyarság tudatuk, mélyül a szülőföld iránti szeretetük. Célunk a magyar néptánc, népi kultúra iránti érdeklődés elmélyítése. A különböző népi játékokkal, hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedő gyermekeknek olyan értéknyújtása, hogy gyermekeink szemléletében megalapozódjon értékrendszerük a gyerekekben. A projekt során az ünnepekre, jeles napokra való ráhangolódást élményre épülő műhely foglalkozásokkal valósítottuk meg. Az örömteli együttjátszások során gyermekeink olyan gyöngyszemek válhatnak, melyekkel észrevétlenül belevarázsolódnak a régmúlt idők világába. A játékokban visszatükröződnek a közösség értékei, szemlélete, üzenetek formájában. A projekt megvalósítása során a Györfi István Nagykun Múzeumban a kunnak Öröksége című kiállítás hat kiállító termének anyagát tekintettük meg, ismerkedve elődeink életével, értékeivel. Élményszerző és lazító programként kirándultunk a Kullovardába, ahol őshonos állatokkal ismerkedtünk. Ellátogattunk a Debreceni Vojtina Báb színházba. Az élmények mélyítették a nemzeti kultúra értékeit, hiszen a gyermekjátékok legszorosabb kapcsolatban állnak egy csoport, egy közösség, egy társadalom kultúrájával.